Itt van az a mostanában sokat emlegetett globális fölmelegedés. Gondolná, hogy ön is küzdhet ellene? Amikor például nem égeti a villanyt, ha kell, s ha nem, vagy nem autóval megy két saroknyira is, akkor nem csak pénzt takarít meg, hanem a föld továbbélését is segíti. Hajlandó ezen elgondolkozni? Éppen egy hónapja találkoztunk utoljára Lukács Bélával, műsorunk állandó elméleti fizikus vendégével, de talán nem volt ez olyan régen ahhoz, hogy ne emlékezzünk, még nem értünk a végére a világmindenség legnagyobb rejtélyeinek. Tehát Lukács Béla van itt. Ma estére olyasmi téma jutott, amely talán a fizikát is felforgatja mindenestül, úgy értem az általunk ismert fizikai törvényeket. De hogy könnyebb dolgoktól haladjunk a nehezebbek felé, előbb a Holdról vetünk egy nagyon is közeli pillantást a Földre. Tanár úr, mindenek előtt megnézzünk egy nagyon rövid felvételt. Biztosan ön is látta a híradókban, de kíváncsi vagyok a véleményére. Íme. Tehát a Holdról nézve ilyen a Föld, a Selene nevű japán szondát szeptember 14-én lőtték fel, hogy egy évig a Hold kerül keringve tanulmányozza égi kísérőnket. November 11-én kameráinak tesztelésére szolgáltak ezek a felvételek, amiket most látunk, amelyeken mi kelünk fel és nyugszunk le. Az amerikai Apollo program óta ilyet nem örökítettek meg, de Apollo program pedig ugye 72-ben befejeződött az Apollo 17 útjával, és azóta már generációk, nem is egy nőtt föl. Nekik már ez újdonság. Szép a Föld? Hogy látja, tanár úr? Hát a Föld az, nem tudom, hogy mit jelent az, hogy szép-e, de nagyon érdekes kívülről látni. Hát hogy önnek tetszik-e, az-e a szép? Hát olyan kékes, ugye a légkör miatt, meg a víz miatt, az jó, hogy ez látszik rajta, mert ha nem lenne légkör, meg nem lenne víz, hát akkor bizony bajunk lenne belőle. Tehát ez olyan megnyugtató. De ugyanakkor valami olyat, ami önnek szép, hogy ahhoz képest tudjuk értékelni, hogy nem a Földdel van baj. Jó, hát ugye azt szokták mondani, hogy a Hold szép, mert az egy olyan fehér vagy sárgás színű valami, és fényes. Na most itt az a vicc, hogy a Hold nem fehér és nem sárgás, a Hold az pont elég... Pont ez az, hogy a Hold az ilyen foltos sárgás, a Föld pedig ilyen ragyogó kékség. Hát a Hold fekete. A Hold 6%-át veri vissza a ráeső fénynek, és bármi, amit itt látunk, hogyha 6%-ot verne vissza, akkor sötét szürke lenne, vagy fekete. Csak hát a Hold annyira fényes a Földről nézve, hogy nem vesszük észre, hogy ő tulajdonképpen sötét szürke. Uh-huh. De a Hold önnek most az azt jelenti, hogy jobban tetszik, mint a Föld? Nem. Hát a Holdat többször látjuk, és azt megszoktuk. A Föld az egy, hát pillanatnyilag még az van, hogy a Föld az egy ritkaság, hogy lássuk kívülről. Tényleg az Apollo programok idején láttunk róla képeket, amint a Holdnak az egén föl kell, és most látjuk ezt. És közben nem láttunk ilyet. Most erről a képsorról, amit itt mutattunk, még valami eszembe jutott, hogy amíg nem látott az ember kívülről és felülről arra a helyre, ahol él, tehát a Földre, persze egy csomó tévképzete volt ugye a saját világával kapcsolatosan, hogy mint az ókorban gondolták, teknős békán áll a Föld, hogy lapos, korong alakú, illetve hogy nem ilyen picike gömb, mint ezeken a felvételeken, hanem a világ mindenség diadalmas középpontja vagy központja. A hétköznapi szemléletünkben miféle változásokat hozott az, hogy kijutottunk az űrbe? Hát attól függ, hogy kinek a hétköznapi szemléletében, mert amikor az első holdutazások megtörténtek,
akkor például Indiában voltak olyan vallási csoportok, amik tiltakoztak. Ugyanis a hold az egy istenség. És hát hogy néz az ki, hogy rálépünk. Azt tudja, hogy mi ellen tiltakoztak? Hát a holdra szállás ellen. Ez megszentségtelenítése a holdnak. Uh-huh. De hát egyébként vannak olyan hinduista filozófiai csoportok, amik máig kétségbe vonják, hogy megtörtént az Apollo holdra szállása. Én is olvastam ilyen könyvet, Magyarországon adták ki. Arról szólt, hogy a holdra szállásról szóló felvételek hamisítva vannak, és a Földön hamisították őket a valami TV stúdióban. Igen, ezt lehetett hallani hosszasan. Igen, és egy néhány esetben, három vagy négy felvételnél valószínűleg igazuk is van. Tehát vannak retusált felvételek az eredetiek között. De miért hitelteleníti a tudós kollégáit? Tehát ez most úgy hangzik. Nem, ez nem a tudós kollégák hiteltelenítése, ez a hidegháború volt. És? A hidegháború alatt mind a két félnél belepiszkáltak a fényképekbe. Mondok egyet. De mi értelme volt belepiszkálni, egyszer úgyis ott voltak a holdon? Semmi, semmi, de az nem jelenti, hogy nem csinálják meg. Mondok egy példát, az első holdra szállásnál a kirakott amerikai zászló lobogott. Nincs légkör. Miért lobogott? Ez nem hamisítás volt, ez csak valami olyasmi, ez egy trükk volt, amit nem mondtak meg. Beleszereltek egy kis motort, amelyik rázta a zászlót. Ezt honnan tudja? Hát, én láttam annak idején az eredeti tévéközvetítést, és azután olvastam a későbbiekben például ezt az indiai eredetű könyvet is, amelyiknek szintén föltűnt, hogy a zászló lobog. Na de akkor, ha jól értem, a zászlóval nem csaltak, csak beleszerelték nem, a motort, nem, beleszereltek ott a holdon kicsit lobogtassa. Igen, de van olyan felvétel, amin dupla árnyék látszik. Valószínűleg az is helybeli felvétel, csak valahova beszereltek egy reflektort, már ott a holdon, és azt bekapcsolták, és véletlenül bekapcsolva hagyták. Szóval vannak ilyenek, de könnyű. De ez a nagy közönségnek szól? Mert nyilván nem a tudósoknak. Nagy közönségnek, az amerikai zászlónak lobognia kell, mert az mindig lobog. Tehát ugye, hát másik oldalról Gagarin első beszámolói, amiket állítólag ő mondott el az űrből a földi irányító központnak, 10 perces eltérések vannak. Tehát hamarabb ért volna Latin-Amerika fölé, mint amennyi idő alatt az égi mechanika törvényei szerint odaér. Erre mi a magyarázat? Előre meg volt írva a forgatókönyv, és véletlenül 10 perccel hamarabb mondta el. Tehát ugye az a helyzet, hidegháború. Uh-huh. De akkor most már fordítsuk komolyra. Szóval attól kezdve, hogy ráláttunk felülről, kívülről önmagunkra, ez mi változást hozott egyrészt a köznapi gondolkodásban, másrészt a tudósok gondolkodásában? Hát a tudósok gondolkodásában ez alapjában már nem hozott változást, a hozzáállásában esetleg, tehát a viszonyulásban. Az átlagembernél az átlagember szerintem ezek után hitte el végleg azt, hogy mi tényleg egy égitest vagyunk. A tudósok ezt hát mondjuk a 17.-18. század óta már mindenki tudta. De ezt ők az egyetemen tanulták meg, és az nem ugyanaz, mint hogyha látják, hát ha nem is a saját szemükkel, de a tévéközvetítésből. Az átlagember, én emlékszem a saját gyerekkoromban, az átlagember, ugye akkor volt az első néhány mesterséges hold. És akkor kezdték azt gondolni, hogy esetleg tényleg van ilyen, de volt, akinek akkor is az volt a véleménye, hogy ezt csak a politikusok mondják. Uh-huh. Egyébként az elmélkedés és a tudomány, tehát az emberi történelem korábbi korszakaiban mennyire volt képes korrigálni a tapasztalatokból származó érzékcsalódását?
meglepően képes volt rá, de persze sokszor nem korrigálta. Mondok példát. Tehát ugye az van, hogy a összesen egy görög csillagász volt az egész ókorban, aki azt állította, hogy a Föld a nap körül kering. Szamoszi Arisztarchosznak hívták. Az összes többi fizikus és csillagász azt mondta, hogy a Föld nyugodtan áll a világegyetem középpontjában. Miért mondták ezt? Hát azért, mert mi is itt ülünk, és nem érzünk semmi olyasmit, hogy a Föld az forogna, vagy nagy sebességgel keringene valahol. Tehát azt mondták, nincs semmi okunk arra, hogy föltételezzük, hogy a Föld nem áll szilárdan a középpontban. Szamoszi Arisztarchosz viszont azt csinálta, hogy megmérte a nap távolságát a Földtől. Olyan időpontot vett, amikor egyszerre látszott a nap és a hold az égen, és megmérte a háromszög oldalainak a hosszát, ugye a Föld, nap, hold háromszöget, megmérte a szögeket, és azt találta, hogy a nap sokkal messzebb van, mint a hold. De ugyanakkorának látszik. Tehát a nap sokkal nagyobb, mint a hold, és hát a hold valamivel kisebb, mint a Föld, ezt már tudták. Tehát a nap sokkal nagyobb, mint a Föld is. És akkor azt mondta, hát miért gondoljuk azt, hogy a kisebb körül kering a nagyobb, és nem a nagyobb körül a kisebb. És ezt leírta, a számértékek rosszak, mert ugye olyan messze volt a nap, hogy már nem tudta pontosan mérni a távolságot, ő azt hitt, hogy 19-szer van messzebb, mint a hold, pedig 400-szor van messzebb, de ebben igaza volt, a többiek azt mondták, hogy hagyjál minket békén, hát érezzük, hogy nem mozgunk, és különben is nehéz lenne elképzelni, hogy nehéz anyagok itt vannak a Földön, a könnyű anyagok ott vannak fönn, és akkor miért a nehéz keringjen egy könnyű körül? Szóval azért ezt az időszakot sokkal inkább mondjuk a logika jellemezte, a logikai belátás sem, mint a számítása. Logika egy kis geometria, és a logikai gondolkodása. Az ókori görögökre ez volt a jellemző, rajzolgattak, és ilyen logikai vitákat folytattak egymással. Tehát volt, amit tudtak korrigálni, de azért úgy igazán, igazán alapvető dolgok, hát ugye az volt atomelmélet, tehát voltak olyan görög fizikusok, akik szerint a testek atomokból állnak. Hányféle atomból? Hát volt olyan, aki azt mondta, hogy négyféléből, volt olyan, aki azt mondta, hogy ötféléből, és azt hiszem volt egy, aki azt mondta, hogy hatféléből. 92, az senkinek eszébe nem jutott volna. Tehát ötletek vannak, de ötletekkel az ismeretek hiányát nem könnyű ám pótolni. És akkor, ami a kérdést illeti, mennyire volt képes korrigálni a tapasztalatokból eredő érzékcsalódásokat a tudomány? Hát ez az, amit mondok, hogy mindig egy keveset korrigált, de az igazén nagy beugratásokat nem veszi észre, mert az olyan messze van már az ő gondolkodásától, és ezért nem hitték el, hát ugye Kopernikusz idején folyt a vita, mert Kopernikusznak azt mondták az ellenfelei, hogy hát csak érezni kellene, hogyha a Föld keringene a nap körül. Hogy lehetne ezt érezni? Hát ilyeneket mondtak, hogyha egy magas árbóc tetejéről leejtünk egy testet. Az nem esne az árbóc tövéhez, mert közben a Föld odébb megy, a hajó teste odébb megy, és egészen máshova esne. És a Kopernikusz erre nem tudta azt mondani, hogy hát az impulzus megmaradás miatt fönt is kap egy ugyanolyan lökést a súly, mint ami miatt pontosan annyival esik odébb, mint, mert nem tudta, hogy van impulzus megmaradás, tehát ezzel az érvvel egyszerűen nem foglalkozott. A másik érvvel, amikor jöttek neki, és azt mondták, hogy hát hogyha fél évenként különböző helyen vagyunk a nap körül, akkor a csillagok különböző irányokba látszanának. Erre ő azt mondta, hogy olyan messze vagyunk, hogy ezt nem lehet észrevenni. És ebben igaza is volt, ezért nem vették észre addig. A másik esetben
nem tudott mit mondani, csak azt mondta, hogy az ő elmélete az sokkal egyszerűbb, mint a másik. Na most akkor megint csak vissza az időben mostanhoz. Az elmúlt napokban még egy űrszonda haladt el a Föld és a Hold közelében, az európai Rosetta. Ez az űreszköz, hát remélem ki tudom mondani, a Churyumov és Gerasimenko üstököst készül meglátogatni 2014-ben. Nyilván hallott erről. Célpontjának elérése az arra van szükség, hogy három alkalommal a Föld és egy alkalommal pedig a Mars mellett haladjon el. Azt mondják, hogy ilyenkor úgynevezett hinta manővereket végez, amelyektől üzemanyag nélkül is tovább gyorsul a mozgása. A Rosetta ezekkel az úgynevezett hinta manőverekkel éri majd el az üstökös sebességét, és ez voltaképpen az előfeltétele annak, hogy hónapokig együtt repülhessenek. De azt kérem szépen öntől, hogy magyarázzam már el, mitől lesz a Rosettának üzemanyag nélkül is energiája, tehát lendülete attól, hogy nagy testek közelében halad el? Hát ezt szokták gravitációs gépnek is hívni, de ez egy kicsit azért, hogy mondjam, szóval... Tudományos, fantasztikus. Igen, és gravitációs gépek 200 év múlva lesznek, ez egy nagyon primitív gravitációs gép, de kétségkívül a gravitációt használja ki. Na most először is azt mondom, hogy nincs ám semmi baj itten megmaradási tételekkel, amikor a... Ilyesmit már olyan 20 éve alkalmaznak, a külső naprendszerbe küldött szondákat lőtték el úgy, hogy közel menjenek a Jupiterhez vagy a Szaturnuszhoz. Ezek nagyon nagy tömegű bolygók, és akkor a vonzásuk miatt megváltozik a pályája a szondának, és hogyha ügyesen lövik el a Jupiter mellett, akkor a Jupiter gyorsítja kifelé, és ezért kevesebb üzemanyaggal kell elindítani. De és mi hogyan tudja gyorsítani? Hát egy kicsit a Jupiter és a Nap, tehát amikor elhalad a Jupiter előtt, akkor a Nap felé legyen, és akkor a Jupiter meghúzza őt kifelé, a Jupiter tömegvonzása. És mivel kifelé húzza... Kifelé, tehát a Naptól? Hát úgy kell a pályát megtervezni, hogy a Jupiter még akkor a szondának a Nap távolabbi oldalán van, igen, és akkor a Jupiter meghúzza kifelé. Mire jó ez? Ez arra jó, hogy nincs, ugye az üzemanyag nagyon nagy része elhasználódik a fölbocsájtáskor, hogy kitörjön a Föld vonzásából, és hogyha több üzemanyagot rakok rá, akkor az egésznek több a tömege, a súlya is, és emiatt még több üzemanyag kell, hogy gyorsítson kifelé. Tehát valahogy jó lenne az, hogyha útközben még fölvehetne üzemanyagot, de nem tud üzemanyagot fölvenni, mert nincsenek kikötők a bolygókon egyelőre, de hogyha így kevesebb üzemanyaggal elindítjuk, és a Jupiter meggyorsítja, akkor kisebb tömegű szondával is meg lehet csinálni az utat. És hát mindig az a baj, hogy most egy bizonyos tömegű szondát még el tudunk indítani, de kétszer akkorát már nem. Az csak mondjuk 5 év múlva. Na mostan, ahogy a számítástechnika fejlődött, úgy egyre bonyolultabb pályákat tudnak kiszámolni, és ennél a Rosettánál az, hogy több ilyen találkozást kell felhasználni, az... biztosítja azt, hogy tulajdonképpen eléggé kicsi szondával el lehetett indulni. Na mostan ilyenkor azt szokták mondani, na de biztos-e, hogy a találkozások jól sikerülnek? Hát ez olyan szempontból biztos, hogy az égi mechanika egyenletei azok rendben vannak, tehát azok működnek, ott nincs olyan ismeretlen okból föllépő zavaró hatás, ami problémákat okozna, és a mai szám... Tudni lehet, hogy melyik másodpercben hol lesz a pályáján? Igen, ha ki tudjuk számolni. És ahogy a számítógépek egyre jobbak, úgy egyre bonyolultabb pályákat tudunk kiszámolni. Na mostan a Rosetta, hát 1914, és most nem emlékszem, de körülbelül 2 éve indult el. Tehát az egy majdnem 10 éves 14? Program.
azt hiszem 14-ben kell megérkeznem. 1914-et mondott. Ja, 2014-ben kell megérkezni. 2014, igen. Ez így van. 2014-ben kell megérkezzen, és azt hiszem 2 évvel ezelőtt indult el. Hát volt egy kisebb ünnepség. Mert, 2004-ben indult el. Mert tehát 3 éve. Mert az én munkahelyem benne van ebbe a programba, tehát a Központi Fizikai Kutatóintézet részecske és magfizikai kutatóintézete, csak nem mi csináljuk az elméletiek, hanem az épület egy másik részében van egy mérnökcsoport, egy osztály, és ezek ilyen, hát részint számítástechnikát csinálnak, meg képföldolgozást, meg mi egyebet. És ünnepeltek? Önök is elméletiek? Hát, hogyha mi lementünk a földszintre, akkor nekünk is adtak pesgőt. De az egész mérnöki osztály az egy tisztességes ünnepséget csapott. Tehát én tudtam, amikor ez elindult, és hát ez egy 10 éves program, és persze nem csak azért megy ilyen lassan, hogy üzemanyagot takarítson meg, hát közben is ez csinál felvételeket másokról, tehát manapság ezeket már úgy csinálják meg, hogy 2-3-4 érdekes bolygó, meg kis bolygó, meg mi egyéb környékén menjen el. A dolog azért érdekes, hát minden ilyen program érdekes, de ez azért érdekes, mert nem sokat tudunk az üstökösöknek az összetételéről. De ugye üstökösöket nagyon régen figyelnek a csillagászok, de hát az csak a fénye, meg a csóva, meg mi egyéb. És az első olyan eset, amikor egy szonda közelről lefényképezett egy üstököst, és akkor most már lehetett ellenőrizni az elméleteket, hogy tényleg milyen egy üstökös. Egy ilyen fotó hozzásegíti a tudósokat ahhoz, hogy elemezzenek? Persze. Az a Halley üstökös volt 1986-ban. A Halley üstököst egyrészt lefényképeztük mi. A mi az ebben az esetben azt jelenti, hogy a Vega program, ami egy szovjet-magyar-francia program volt, másfél évig tartott, tehát egy csomó ember dolgozott nálunk ezen, és egy nap múlva lefényképezte az Európai űrkutatási szervezetnek a szondája is. Állítom, hogy a miénk egy nappal hamarabb volt, tudnék, én láttam az első felvételt. Ez azt jelenti, hogy 2 is van fönt? 2 ment föl. Az egyik volt a Vega, a szovjet-magyar-francia szonda, és a másik volt az Európai űrkutatási ügynökség. És ezeknek egyébként a végső célját tekintve más feladatuk van? Csak éppen, mert elhaladtak egy üstökös mellett, ezért aztán az üstökös mind a kettő lefotózta? Hát vagy volt akkor? Volt. Igen. Nem, mind a kettő. Na, a Vega az előbb megnézte a Vénuszt, az is kihasznált ilyen gravitációs gyorsítást. Először megnézte egy kicsit a Vénuszt, és utána ment el a Halley üstököshöz. Az európai program, hogyha jól emlékszem, akkor csak a Halleyhez ment, de hát ezek valami másfél évvel előtte már komoly munkák folytak nálunk. A Vega felvétele egy nappal korábbi volt, az Európai űrkutatási ügynökségé volt a jobb minőségű. Szóval amikor, és egy kicsit most álnaív leszek, amikor ön ilyen felvételt lát, mint itt az imént a Szelén képe, vagy Szelén képe, a semmiben lebegő kicsike kis gömbről, amelyen élünk, nem fogja el önt, aki egyébként, tehát nyilván tudományosan közelít, és az érzelmei legfeljebb ilyen esetben másodlagosak, a szorongás és a bizonytalanság, hogy ez tényleg bármikor kicsúszhat a lábunk alól, amikor összeroppan, vagy összeroppanhat, elbillenhet, valamiféle hatalmas erő, akár katasztrófát okozhat rajta? Ez megtörténhet egy kis-kis bolygóval, a Földdel nem. A Föld a szilárdan áll a lábunk alatt, mi tönkre tehetjük mondjuk a légkörét. Az is 100 évbe telik, de azt tönkre tehetjük. De a Föld tömegét nem tudjuk bántani. Egy kis-kis bolygó az egy másik dolog. A mai emberi technika, hát nem a mai, de mondjuk a 15 év múlva meglévő emberi technika arra esetleg képes volna, hogy egy kis-kis bolygót
mondjuk szétrobbantson. Na de bocsánat, szavát ne feledje, de hát a Föld középpontjáról, a magmáról nagyon keveset tudunk. Azt hogy állíthatja, hogy mondjuk az nem robbanhat szét? Hát ha kevesebbet tudunk róla, igaz ez, mint mondjuk a napról, akkor az még egy nagy rejtély, nem? Föld középpontjában van először is egy 2900 kilométer sugarú vasnikkel gömb. Mindjárt mondom, hogy honnan tudjuk, de honnan? Van ez. A fölött van ilyen láva, köpeny és így tovább, tehát ilyen olvadt vagy félig olvadt kőzetek, amik ottan bugyborékolnak valamilyen módon, és akkor ennek a tetején van egy mondjuk 50 kilométer vastag héj. Ez a kéreg. Rendben van, ezt tudjuk. Na. De a viselkedésük még egyelőre nincs kitapasztalva, vagy megtapasztalva? Vannak ismereteink, azonnal mondom, hogy miért, hogy honnan tudjuk, de ez a 2900 kilométer sugarú, tehát 5800 kilométer átmérőjű nikkelvasgömb, hát mi történhet egy nikkelvasgömbbel? Ottan az egy szilárd anyag. Fölötte a magma vagy köpenyanyag, az bugyborékol. De mondjuk jön egy nagy mágnes, akkor elviheti az egészet. Mert azt, hogy mit tudunk mi a vasnikkelről? Hát ha jön egy nagy mágnes, igen, de azt azért észreveszünk 10 évvel korábban, amikor belép a naprendszerbe, és hát mitől jön egy akkora nagy mágnesbe a naprendszerbe? Hát attól, hogy egy csomó ismeretlen van benne. Ezt eddig öntől tanultam. De mi erre az esély? Nagy. Azonnal megmondom, hogy mire van esély, ha már valaki ijedezni akar, akkor ijedezhet, de hogy honnan tudjuk, hogy egy 2900 kilométer nagyságú vasgömbbel kezdődik az egész? Földrengések. Tehát ugye vannak távoli földrengések, és vannak földrengés jelző állomások világszerte. És tudjuk, hogy mikor tört ki a földrengés, és akkor nézzük, hogy mennyi idő múlva érkezett meg a rengés hullám Tokióba, meg Chilébe, meg ilyen helyekre. Na, tehát a földrengéseket se tudják biztonsággal megjósolni. Nem, megjósolni nem, de amikor már kipattant a földrengés, akkor megy a távirat mindenhova, hogy figyeljétek, nálunk elindult a földrengés. És a hullámok terjedési idejét mérik. És ebből tudják azt, hogy a Föld közepén nem olvadt anyag van, hanem szilárd. És azon kívül van az olvadt anyag. Máshogy terjed a rezgés olvadékban, és máshogy terjed a rezgés egy szilárd vasnikkel gömbben. Tehát vannak ebből... Szóval ilyen... nem izgul-e tekintetben? Nem, egyáltalán nem, de ha valaki izgulni akar, akkor megmondom, hogy mitől izgul. Na. Ez a végszó már. 90, a sötét lyukig el se jutottunk, ez a sötét 99 anyagig. Évvel ezelőtt esett le a köves Tunguszka mentén, tehát Szibériában, a Tunguz meteorit. Halott állítólag nem volt. Van valami Tunguz hagyomány, hogy két vadász elment reggel vadászni, és nem jött vissza az erdőből, de hát ezt nem lehet ellenőrizni. Ellenben 200 kilométer távolságban épületkárok voltak, és a lezuhanás helyén egy kráter van, és 50 kilométer távolságban az őserdő fái le voltak döntve. Ha ez Szentpéterváron esik le, azért mondom Szentpétervárt, mert ugyanaz a szélességi fok, csak ugye hosszúságban odébb, akkor valószínűleg 100 000 halott van. Na most körülbelül 100 évenként jön le egy ekkora meteorit. És 100 évvel ezelőtt óriási nagy lakatlan területek voltak a Földön, most már csak a tengerek lakatlanok, tehát amikor a következő ilyen lejön... Hát ez bekövetkezhet akár a mi életünkben, hát 100 év, az nagy akkora idő. Igen, azért mondom, hogy ha valaki mindenáron ijedezni akar, akkor féljen attól, hogy a következő ekkora meteorit sűrűn lakott területre jön le, mit tudom én, Észak-Olaszországba, vagy Angliában, az iparvidéken,
és akkor százezrével lesznek halottak. Hát persze, miután a többség az tenger, már a Föld igen, nagyobbik része. De most már csak egy a háromhoz az esély arra, hogy tengerbe esik. De egy a háromhoz az esélye annak, hogy szárazföldre esik, és akkor az lakott, és 100 évvel ezelőtt, nem tudom én, egy a 10-hez volt, vagy egy a 20-hoz volt, hogy lakatlan helyre. Hát ott volt Szibéria, vagy sivatagok, vagy valamik. Na most, ez ellen van egy, még nem mondhatom azt, hogy nemzetközi program, de 3 vagy 4 ország már csinálja. Térképezik föl a kicsi kis bolygókat, amik Földet keresztező pályán mozognak, tehát egyszer összeütközhetnek velünk, de a Tungus meteorit 50 méteres volt, és pillanatnyilag csak a 200 méternél nagyobbakról van teljes lista. Úristen. Na jó, hát a sötét anyagig el se jutottunk, ahogy ezt nagyjából lehetett tudni. Jó, de ha valaki ijedezni akar, akkor ettől félhet. Attól ne féljen, hogy a Föld esik szét a lába alatt. Legközelebb folytatjuk a sötét anyaggal, tehát a mára ígért témánkkal, mert ez volt itt a kis piktóban ígérve, de hát nem jutottunk el ide, mert ennyi volt a bevezetés, hát, meg aztán rátérhetünk volna a témánkra. Rejtélyek vannak, és a világegyetem nagy, és tulajdonképpen mindig jöhet valami, csak azért nem nagy az esélye. Mi az? Kerek, gyönyörű, és az utóbbi időben egyre inkább mindannyiunk segítségére van szüksége. A Föld. Vigyázzunk rá. Kérjük, vigyázzon rá.